Köszöntöm a kedves nézőket! A mai háttérben a Ceglét 2 Polgárőr Egyesület tevékenységéről számolunk be önöknek, és akik ebben segítségemre lesznek, Ozsdjáni Józsefné elnök és Ozsdjáni József szolgálatvezető, kezicsókolom. Köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Szóval a Ceglét 2 Polgárőr Egyesület és az elmúlt jó bő fél évi tevékenysége, és talán vissza is kell kanyarodnunk még egészen 2020 végére, eltűnt személy, illetve személyek kutatásában is segítettek. Aki kapja, marja. Parancsolj. Hát ugye 2020 decemberében az önkormányzat keresett meg, hogy egy kollégájuk eltűnt, és ebben segítettünk. Olyan információ érkezett, hogy az öregszülő területén látták éjszaka folyamán, és a csapatot összehívtuk, és így az öregszülő területén utcáról utcára jártuk végig a területet. Ellenőriztük a lakatlan területeket, szomszédokkal, az ott lakó személyekkel beszéltünk. Hát, napközben sajnos nem jutottunk eredményre, itt éjszaka még folytattuk a kutatást, de sajnos ez eredményre nem vezetett ebben az esetben. Volt egy másik eset. Igen. Is, ez már 2021 január? 2021 január eleje volt. Itt pedig a Ugyárból kaptuk az értesítést, hogy a 18 dülőből egy hölgy eltűnt. Ő korábban is előfordult, hogy otthonról elment, viszont nem talált már haza. Itt olyan információ volt, hogy a 18 dülővel szemben a Gerje kispatakon átjött az öregszülő területére, és feltételezően az öregszülő területén található. Itt is nagy létszámban jöttünk össze. Itt besegített a környező polgárőrség egyesülete is, Ceglét, Bercel, Törtel, Jászkara, tehát a környékből is jöttek segíteni, és végül itt Cegléden az összekötő útnál sikerült megtalálni. Tehát egy két és fél órán belül meglett a eltűnt személyünk. Mennyi munkát ad, nem úgy kérdezem, hogy ad-e munkát, mert mindig ad munkát, feltételezésem szerint sajnos, az illegális szemétlerakás, az illegális szemétlerakók elleni küzdelem. Igen, ez folyamatos probléma volt, van és lesz is sajnos. Ezt igyekszünk mindig a havi jelentésben ugye fotóval és helyi koordinátákkal igazolni az önkormányzat felé, és ők meglátják, hogy ha magánterület, ugye akkor feljelentés történik, ha nem, akkor kénytelenek sajnos saját költségen elszállítani ezt a szemetet. Tavaly, illetve legutóbb beszéltünk arról, hogy sorozatbetörésekre is sor került. Hogyan vészelték át ezt a telet például a hétvégi házak? Hát most a kijárási korlátozásnak köszönhetően ugye kevesebb volt. Ez segített? Igen, rajta? Igen, ez határozottan. De ez abszolút tetten érhető számokban is. Igen, ez abszolút számokban tetten érhető. Viszont ahogy megszűnt a korlátozás, szerintem már másnap kezdődött. Ez valóban igen. Így volt? Igen, sajnos igen. Igen. Gépkocsi feltörések. Erről is beszéltünk, illetve Szatmári Gábor kollégámmal beszéltek múltkor. Ezzel kapcsolatban vannak-e hírek? Szerencsére a területünkön nem volt gépkocsi feltörés, és nem is futottunk így bele, mint a tavalyi évben. Tehát úgy mondom, hogy csendesen ment le a téli időszak, meg ez az idő, elmúlt fél év. Hogyan alakult, illetőleg alakul a Ceglét 2 Polgárőr Egyesületnek a létszáma? Hál' Istennek változatlan. Tehát nincs. Ez jó hír. Ez nagyon jó hír, igen, mert van egy erős mag, vannak fiatalok, tehát... Megvan a kemény mag. Megvan a kemény mag, igen, és mindenki jól érzi magát. Tehát önként vállalják, semmi kényszer intézkedés nem történik ebben a formátumban. Nagyon sok online taggyűlést tartottunk ugye az elmúlt időszakban. Most pénteken lesz az első igazi élő taggyűlésünk, reméljük. Igen. Hosszú idő, de gondolom már várják mindannyian. Igen. De ami a statisztikát illeti, még hogyha konkrét számokat nem is említ, hogy összességében miről tud beszámolni? Hát ugye, ha megnézzük a 2019 és a 2020-as évet, a
mind közterületi órákban, mint a rendőrséggel eltöltött óraszámokban tudtuk növelni a statisztikánkat. A közterületi órák számát plusz 900 órával tudtuk körülbelül növelni. Az nem kevés. Ez elég sok, ugye? És a rendőrséggel is a közös szolgálatokat, tehát megnövekedett, tehát a rendőrség igényli a közös szolgálatokat, hogy segítsünk. Úgyhogy a statisztikánk az a kilométereket az megnövekedett, tehát majdnem, hogy a kétszeresét mentük az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy jó alakult a statisztikánk. Mennyire tendencia a rendőrséggel való egyre szorosabb együttműködés? A szabályból úgy eszem, hogy most már a közös szolgálat is egyre több, hogy ez... Hát ezt számolhatjuk úgy, hogy havi 15 nap. Tehát az, ami biztos, hogy KMB-sünk leadja mind a két oldalon, ugye az ugyeri oldalon és az öregszülői oldalon is a havi szolgálattervezetét, és hogy ehhez ő hogy szeretne embert, mert ugye neki is van adminisztrációs feladata, stb. De hogy a területen a KMB soha ne legyen egyedül. Tehát ezt mi megpróbáljuk neki biztosítani, hogy mindig legyen mellette egy ember. Vannak-e most jellemzően a polgárőrségnek, június közepét írjuk, szezonális feladatai? Lehet erről beszélni most? A szezonális a... Most ugye a termálfürdő újra nyitott. Tehát ott a parkoló. Tehát a parkoló és a strand környékének az ellenőrzése. Mert hogyha jó időnk is lesz, és beindul rendesen, akkor ugye sokan is lesznek. Ugye a kemping is megnyit most már így, a szálloda is, tehát turisták jönnek. Hál' Istennek a területünkön a gyümölcslopás, tehát ezek a része nem jellemző. A hétvégi házak az területén az ugyanúgy, most már ugye a hétvégi házban a tulajdonosok visszakiköltöznek, szerszámokat, gépeket kint hagyják. Tehát ugyanúgy a területen ez a feladat megmarad. Hála Istennek a korlátozások enyhülnek. Mennyire voltunk türelmesek? Fogyott-e a türelem? Volt-e ilyen tapasztalat? Volt sajnálatos módon, igen. Ide vezetném a Budai úti termálföldön melletti tónál a futókört. Ott a kutyásokkal volt egy kis konfrontálódás, de ezt jelenlétünknek köszönhetően megoldottuk azért, igen. Végül, de nem utolsó sorban, én arra kérem, hogy beszéljenek pályázatokról, mert ha helyesek az információim, már pedig helyesek, mert mielőtt ide bejutunk, azért néhány szót váltottunk, és kértem ez ügyben segítséget is önöktől. Itt nyertes pályázatról is lehet már beszélni, illetőleg egy beadott pályázatról, amelyhez komoly reményeket fűznek, és az egy nagy segítség lenne egyébként a munkájukhoz. Miről van szó konkrétan? A nyertes pályázatunk ugye a Pest megyei Polgárőr Szövetségtől évelején kaptunk egy darab EDR rádiót, de ugye ez az egyesületünknek kevés volt, mert Ugyár területén így nem volt rádió a gépkocsiba. Ezért októberben volt az Országos Polgárőr Szövetségnek egy pályázata, ahol 2 darab rádiót pályáztunk még meg, és ezt novemberben megnyertük, idén évelején pedig átvettük a 2 darab rádiót. Ez komoly segítség. Igen, mert így a kint lévő járőröknek, ha területen több járőpáros van kint, akkor nem kell telefonon tartani a kapcsolatot, hanem így a rádión egymás között is, illetve a megyei 24 órás ügyelettel is tudja a kapcsolatot tartani. És a másik, a beadott pályázat? Az a Magyar Falu program keretében, az egy viszonylag nagyobb pályázat. Tehát ott mi egy gépkocsit szeretnénk az Ugyárnak. Itt 60 nap az elbírálás, tehát izgatottan, most már be van adva a pályázat, izgatottan várjuk az eredményt, mert ott egy 17 éves személygépjárművel azon az utakon, hát nem a legjobb közlekedni. Az autó folyamatosan szervizelés alatt van, mert hát tönkre megy, és ezt várjuk nagyon izgatottan. Ez ügyben akkor néhány héten belül akkor várható döntés. Bízunk benne, igen. Bízunk benne, hogy jó döntés fog születni. Igen. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártak, sok sikert a munkához. Köszönjük szépen. Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.